második lettem, de ugyanígy a csapattársam meg első lett. Büszkén mesél legutóbbi versenyéről a mindössze 7 éves Tolnai Rohr Luca. A fiatal sportoló március 8-án szerezte meg idei első érmét ritmikus sportgimnasztikából. Pécsen volt, ott második lettem, és szabad gyakorlattal mentünk. Az mit jelent, mit kellett csinálni? Hát, hogy semmi szerrel, meg ilyenekkel nem is, csak így egyedül. A koronavírus miatt most nem tartanak versenyeket. A korábban modern táncban is országos bajnok lány ezért otthonról edz a tanárával interneten keresztül. Sokat lehet benne táncolni, és mindig lehet mozogni. Mindenki először saját magának otthon így számítógép nélkül bemelegít, és akkor utána visz, be lehet kapcsolódni. Egyik király, háromszor más király, így körbemenős, jó? Luci 3 éves volt, amikor elkezdtem a táncot, utána pedig ezt a ritmikus sportgimnasztikát. Igazából én azt gondolom, hogy az edzéseken megtanult csapatban viselkedni, csapatban gondolkozni, ez nagyon szerencsés szerintem. Mindemellett így egyénileg is ki tudja magát próbálni, de hogyha teljesen elvonatkoztatunk a tánctól, akkor az iskolában is azt gondolom, hogy van ennek bőven előnye. Nagyon összeszedett tud lenni az adott pillanatban, jobban koncentrálni talán, és hát reméljük, hogy ez majd a jövőben is így elkíséri. Luca edzője azt mondja, nem könnyű egy ilyen idős gyerekkel a világhálón keresztül foglalkozni, de annyira elhivatott fiatalt ritkán lát, mint a tolnai lány, ezért a felkészülés még a mostani helyzetben sem esik igazán nehezükre. A Lucával igazából már szerintem 3 éve találkoztam, amikor még a Paksi Sportegyesületben tornázott, de akkor még csak nagyon picike volt, ilyen 5 éves, de akkor is már rendkívül lelkes volt. Aztán, hogy sikerült Tolnára kihozni a ritmikus gimnasztikát szakosztályként, akkor ő is átigazolt igazából ebbe az egyesületbe. És most, hogy fogod a lábad, átgurulsz hajat fölkülcsbe. Fogd a lábad és gurulsz hajat fölkülcsbe. Nála nincs ilyen, hogy félig sikerül, nincs ilyen 90%-os dolgozat, vagy 4-es. Ő mindig a maximumra megy, icipici kora ellenére. Most próbálunk rajta már lazítani, mert ez azért nem mindig szerencsés, hogy azért vannak kudarcok, meg vannak azért rosszabb napok, de ezzel még dolgozunk. Luca hetente 2-szer edz otthonról. Ez a heti 2 alkalom, ez arra elegendő, hogy ők egy úgynevezett szabadidős kategóriába tudnak versenyezni, és a szabadidős kategórián belül is 2 szint van. Van egy olyan szint, ami teljesen a kezdő kislányokra van kitalálva, ott nem egyedül kell nekik felmenni a szőnyegre, hanem 2-3 vagy csapatban, és egy ugyanolyan gyakorlatot tudnak megcsinálni. Akik ügyesebbek, ők már egyéni versenyeken is részt vehetnek, ugyanígy szabadidő kategóriába. A ritmikus gimnasztikához igazán sok energia, kitartás és bizony gének is kellenek. Ezt mondja Luca edzője, aki szerint a tolnai lányban mindez meg is van. Mozgékony gyerekeknek érdemes elkezdeni. Úgy határoztam én meg, hogy 5 éves kor alatt nem foglalkozok kislányokkal, mert nem nagyon tudnak még annyira figyelni. De alapvetően általános iskola, alsó tagozat az amikor érdemes úgy igazából elkezdeni. Általában hát kell hozzá jó ritmusérzék, mozgáskoordinációt azt ott megtanulják gyakorlatilag. Hát meg sok vidámság. Az edzések azok elég vidám hangulatban folynak. Békeidőben a lányok, köztük Luca is akár több órát is edzenek egy-egy alkalommal. Most úgy van, hogy hát 31 néhány kisgyerek jár, illetve hát nem is olyan kicsik, mondjuk a legfiatalabbak azok most lesznek idén 5 évesek, a legidősebb pedig 17 éves, tehát elég nagy a szórás a lányok között. Az edzést úgy kell elképzelni, hogy hetente 2-szer járok ki Tolnára, hétfőn és csütörtökön, és ott 5:30 és 6:30 között van az úgynevezett tanfolyami csoport, ami azt jelenti, hogy ők azok, akik most kezdtek el tornázni. És ők heti 2-szer 1 órában tornáznak, én vezetem nekik az edzéseket. Ezen kívül vannak olyan kislányok, akik rendkívül tehetségesek, és akik már korábban bármiféle sportmúlttal rendelkeztek.
ők ott maradnak vagy 6-ig, vagy egészen 7 óráig, és nekik már speciálisan gyakorlatokat tanítunk, ők már zenére tornáznak, ők már szerekkel tornáznak. Hát körülbelül így kell elképzelni egy edzést. Luca természetesen már azt is tudja, mi szeretne lenni, ha nagy lesz. Mit szeretnél ezzel elérni, hogyha nagy leszel? Hát az, hogy folytatni tudjam, és esetleg tánctanár tudjak lenni. Komolyan miért szeretnél tánctanár lenni? Mert én anya példáját szeretném követni. Hogy Lucának meddig kell még otthon edzenie, egyelőre nem lehet tudni, de az biztos, hogy idén a korábbi tervek szerint legalább 6 versenyen szeretne még részt venni az edzőjével.